tavaszi napforduló, valamint Székesfehérvár és Csíkszered a testvérvárosi szerződésének egyéves évfordulója alkalmából Székelykaput avattak Székesfehérváron. A Méves Kapu széles körű társadalmi összefogás eredményeként készült el. Amikor a Maroshegyre érkezünk át a vasúti feljáron, akkor úgy érezzük, hogy hazaérkeztünk. Ezért született meg az az ötletem, az a gondolatom, hogy ugyan furcsa módon pont egy körforgalomban, de hogy mégis legyen ennek jele. Ugye így készült el a Fűzfa korona. És már akkor tudtam, hogy szeretném ezt majd a következő, az utolsó körforgalomban lezárni, hogy jelezzük, hogy ez a mi kis városrészünk. A Székelykapu egyik különlegessége, hogy hargitai csíki csertölből készült, melyet Csíkszereda ajánlott fel, és magát a kaput is helyi mester készítette. Az avató ünnepségen a határokon átívelő együttműködés jelentőségét hangsúlyozta, mint Székesfehérvár, mint Csíkszereda polgármestere. Az egész magyar nemzet kultúráját, nyelvét, történelmét is tisztelnünk, és ápolnunk nem csak feladatunk, hanem felelősségünk és kötelességünk is. A város határában felállított Székelykapu is mutatja az összetartozást, emelte ki Csíkszereda polgármestere ünnepi köszöntőjében. A Székelykapu, amit most együtt állítunk, egy olyan jel, amellyel gyakorlatilag hosszú távra, hogy tetszik, örökre elkötelezzük egymás mellett Csíkszereda és Székesfehérvár, Székesfehérvár és Csíkszereda a viszonyunkat, a kapcsolatunkat. A kapu felszentelésével és szertűzzel zárult az ünnepség.